szeretettel köszöntök mindenkit. Fú, hát nem egyszer itt ülni. Annyi mindent elképzeltem már, hogy mit fog itt mondani. Sok mindenről mesélnék nektek, vagy sok mindent mondanék. Ma az lett a feladatom, hogy uh, arról beszéljek, hogy mit jelent nekem a zen. Eszembe jutott, hihetetlen. Szóval, mit jelent nekem a zen? Hát uh, érdekes, sokan kérdezték már, hogy, hogy uh, hogy mi ez itt. De valójában nem tudom. Fogalmam sincs, hogy uh, mi ez itt. Egy dolgot viszont tudok, hogy, uh, hogy jó hatással van rám. Egy uh, online egészségmegőrző tréningen vettem részt, ahol, ahol, egy mondat beütött, és, és rájöttem, hogy az én életem egyébként mint egy szép mese, minden, minden jó, minden rendben van, és mégse vagyok rendben. Senki nem csesztet az égvilágon, mindenem megvan, idézőjelbe de, de egyszerűen nem éreztem jól magam. Ezt fizikailag, fizikailag, is jelezte a testem, és mikor rájöttem ezen, ez az egy mondat megütötte a fülemet, amire nem emlékszem, akkor, akkor rájöttem, hogy, hogy csak én csesztetem magamat. Senki más, és és ez az a legnagyobb problémám. És mikor erre rájöttem, akkor mondtam, hogy na jó, oké, akkor hajrá, gyerünk, ezen változtassunk, mert hát nem jó ez így, ahogy vagyok. És elkezdtem odafigyelni azokra a dolgokra, ami miatt stresszeltem magam és próbáltam rajtuk változtatni, de Egyszerűen nem ment, valahogy, valahogy mindig elbuktam, valahogy, valahogy, mindig valami belecsúszott a lecsóba, és, és ugyanoda jutottam, hogy, hogy már megint sietnem kell, már megint problémáim vannak, stb. 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 És pár hónapjára, ez novemberben volt, azt hiszem, és januárban jöttem egy egynaposra, amiből nyolc lett, aztán az a lényeg, hogy, hogy ez egy téli elvonulásom volt, összesen több részletbe itt töltöttem 21 napot, és az utolsó az 10 nap volt egybe. És mikor erről a 10 napról kimentem, akkor, akkor az egy nagyon érdekes érzés volt mert meg kimentem, nem kellett messze mennem, csak a városig a minden pár kilométer, és így a csendből visszatértem abba a zajba, abba a káoszba, ami ott kint van, és, és így megálltam, én néztem ki a fejembe, hogy most ez mi, és egyszerűen csak úgy elmosolyodtam, és átjutott egy gondolat rajtam, hogy feje tetején áll az egész világ. Hogy eh, káosz van. De ez engem nem zavar. Megérkezett az a béke, ami, ami hiányzott ahhoz, hogy, eh, hogy ne csesztessen magam. Hogy eh, amikor észreveszem, hogy hibázom, észreveszem a problémáimat, akkor másképp álljak hozzá. Nem a világ változott, de még azt mondanám, hogy, hogy én se, hanem inkább, hát pedig jó, ez is bennem van, hanem a, a hozzáállásom. Hogy ugyanúgy történnek dolgok, ugyanúgy hibázol, ugyanúgy jönnek a problémák, csak csak egyszerűen valahogy más, másképp állsz hozzájuk, és azt veszed észre, hogy nem, nem zavarnak annyira. És, és, és ez a nyugalom, ez a, ez a békesség, ami, ami sok szempontból változtatott az életemen, egészségügyi szempontból is, emberi kapcsolódások szempontjából is. És ez, ez, az, ami, ami megfogott. Innentől kezdve nem volt kérdés, hogy, hogy én zen fogok gyakorolni továbbra is. Hogy mi működik, vagy mi mit okoz, még egyszer mondom, fogalmam sincs azóta se, de eleinte még gondolkodtam rajta, de most már nem is érdekel. Tehát, hogy ez annyi borosz, hogy amikor megkérdezik, hogy de, de mi, meg hogy, meg nem tudom, és hát nem tudom, ez mennyire lehet csábító, hogy gyere, gyertek gyakorolni, érted? Minek, hogyan? Hát Hát egyszerűen így, így, hogy ö, jobban érzed magad. És ö, problémák ugyanúgy lesznek. Sőt, sokan mondják azt, hogy ez itt egy csoda, és bejössz, és milyen jól érzed magad. Hát ez nem mindenkinek van így, és nem mindig van így. Tehát még én se, hát mondjuk ez túlzás, én mindig jól érzem magam, itt, de. Szóval, szóval, itt is vannak konfliktusok, itt is vannak új emberek mindig, itt is vannak, vannak olyan helyzetek, amik ö, feszültséget szülnek, ö, itt is problémákkal találkozom, amit meg kell oldani. És, ö, és itt se habos-babos torta minden. Tehát, hogy aki, aki erre készül, az ö, csalódni fog. Úgyhogy ö, én, én azt, azt mondanám inkább annak, aki, aki szeretne jönni, hogy ne készüljön semmivel, ne legyenek elvárásai, és csak jöjjön el, és tapasztalja meg. Tartson egy kicsit ki, ne, ne egy egynapostól várja, hogy, hogy majd másképp alakul a világ. Ja, hát az első egynaposom, hát az. Előtte hallgattam a darabbeszédeket hónapokon keresztül, mert épp nagyon ráértem. És na hát mondom én, jövök és beköltözök, és majd ó, zenbe leszünk, meg minden. Eljött az első egynapos, hát előtte nap már megérkeztem, ezt ajánlom mindenkinek, tehát hogy ne reggel gyertek, előtte este meg kell érkezni. Másnap reggel keltünk, elindult a nap délután már vége is volt, tehát hogy még, még, egy egész napnak sem mondható az egész, de mondtam, hogy Pff, biztos, hogy nem, hát mondom. <laughs> majd így szép lassan egy-egy napot, aztán majd már hármat, meg ilyenek, és akkor majd, majd hozzászokunk, és akkor... És a második egynaposomra jöttem január másodikán, amiből nyolc lett. Egy haladó elvonulásom. De ez is érdekes, hogy hát elképzelni se tudtam volna, hogy én napi 8 órát üljek mindenféle előképzettség, se jogázni, tornázni, meg nekem ilyenekre se időm, se, és, és beültem, és így ültem 8 órán keresztül. Na jó, nem így. Azért volt fészkalódás, vakarózás, de de hozzá lehetett szokni, és uh, gyakorlatilag uh, nem is, hogy hozzászoktam, hanem, hanem észre se vettem. Észre se vettem, hogy, hogy valami, valami gond van, vagy hát nem így szokott ez működni az én mindennapjaimban. És uh, hát, hogy kinek, uh, kinek milyen rövid vagy hosszú idő alatt uh, van valami valamiféle tapasztalása, bármilyen is, kicsi, nagy, nem tudom, már abban sem vagyok biztos, hogy el kell érni a felébredést. Igazándiból csak, csak gyakorolni, és azt látni, hogy hogy változik a mindennapod. Hogy hogy, hogy, hogy alakulsz át, és egyszerűen hogy, nem tudom, hogy, hogy békül meg minden körülötted. És, és ha duzzogsz, vagy, vagy bosszúság, vagy mérgelődés a, a folyamatos mindennapod, de, de ha csak gyakran előfordul, akkor is azt mondom, hogy hiába mondod azt, hogy, hogy rendben van az életed. Nincs rendben az életed a bosszankodások és az elégedetlenségek és az egyéb ilyen érzékelések, azok mind azt jelzik, hogy nincs rendben az életed. És nem mondom, hogy az zen az egyetlen, de, de biztos, hogy valaminek állj neki és nézz befelé, mert szerintem ez az egyetlen út. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok Mindenkinek, aki. Hát így jó pár éve eh, kezdtem ezt az utat, hogy, hogy kerestem, hogy mi a megoldás az életben. És eh, ez alatt nagyon sok eh, jó trénerrel, tanárral, eh, de akár csak egy egyszerű emberrel találkoztam, aki, akinek mindegyiknek volt egy-egy olyan mondata, aki, ami, ami annyit hozzátett az életemhez, hogy nem tudok más, csak megköszönni, és uh, hálásnak lenni. És uh, hát az itteni reziknek az, az biztos, hogy nagyon hálás vagyok, amit, amit itt műveltek, az, az nem egyszerű. És egy csoda. És a gyakorlóknak úgy szintén köszönöm, hogy ez itt uh, létrejött Szunimnak és mindenkinek, aki ehhez hozzátett. Ezzel búcsúznék is. Sziasztok!